Szeretettel köszöntöm a Párbeszéd Háza YouTube csatornájának a kedves nézőit. Sajgó Szabolcs vagyok, a háznak a munkatársa. A mai témánk, ahogy hirdettük, forró könyvek 2. Ebben az esztendőben már volt egy forró könyvek 1. Kis Úrik atyának ez a népszerű beszélgető sorozata. Ő most már lassan 10 éve, hogy elkezdte ezeket a beszélgetéseket. Nagyon érzékenyen próbál rácuppanni egy-egy olyan könyvre, ami érdekes lehet, megfogja az ő fantáziáján kívül azokét is, akiknek szeretné ezt tolmácsolni. Így a mai napra, ami jutott, az egy könyv, amit néhány éve publikáltak. Most már 9. éve, hogy az eredeti megjelent, és 7. éve, hogy magyarul is megjelent. És annak ellenére, hogy ez a 7 esztendő, meg 9 esztendő ezen a területen nagyon sokat jelent, de mégis nagyon aktuális a könyv, és majd az utóélete, illetve az ezzel kapcsolatos kérdésekkelnek a történetéről is fog beszélni nekünk Kis Úrik atya, aki tehát a kedves vendégünk a mai napon. Van még egy másik vendégünk, aki igazából nem vendégként, hanem a Párbeszéd Háza új munkatársaként, Munkácsi Péter, a sajtóért felelős munkatársa. Most egy ilyen második bört is lehúzunk róla, hogy most a beszélgető társa lesz Kis Úrik atyának, ketten fogjuk faggatni az atyát, remélem sikerül, és olyan módon, hogy a kedves nézőknek valóban egy szellemi élmény lesz, és kihívásokat jelentő percek elé nézünk. Aranyat érő pontatlanság. Kis Úr, hogyha szeret valami jobb címet adni a könyvnek, tehát a Big Data című. De azért a te érdemed, te találmányod. De igen, de tehát a Big Data könyvről van szó ezen a címen, aranya érő pontatlanság, és néhány konkrét kérdés is elhangzik, nagyon határozott válaszokkal, aki ismeri Úrik atyát, tudja, hogy ez az ő stílusának nagyon megfelel. A kérdések többsége előkerül majd a beszélgetés során, ilyenek például, hogy megbüntethetnek-e minket olyasmiért, amit el sem követtünk. Ez a szabad akarat és az igazságosság kérdése. Vagy hogy hogyan kémkednek utánunk az okos elektromos mérőórák? Ez az egyéni és közösségi szabadság kérdése. Milyen összefüggés van a hurikánok és a félkész epres sütemény eladása között? Tipikusan Úrik atya kérdés. És a határozott válasz is. Ez a társadalmi haszon kérdése. Hogyan leplezhető le a sportban a bundázás? Csak kuriózum, vagy annak bizonyítéka, hogy az etika kikényszeríthető? A válaszokat a Big Data módszere, vagyis az óriási adattömeg adja meg. A könyv, amiről szó van tehát, Viktor Mayer Schönberger és Kenneth Kuikernek a könyve Big Data címmel. És az első kérdést akkor Munkácsi Péter fogja föltenni. Ugye az előadásunk címe az, hogy aranyat érő pontatlanság, ami egy paradoxon tartalmaz. Feltehetjük a kérdést, hogy akkor a pontosság megszűnik az ipari társadalom egyik erénye lenni, és mostantól a pontatlanság lesz kifizetődő? Hát én azt mondanám, hogy a könyv alcímében van egy kis bökkenő, mert ott elkezdtem gondolkodni, és azt mondja, forradalmi módszeridáig stimmelhez egyetértünk, és ezt kitűnően demonstrálják, amely megváltoztatja munkáinkat, gondolkodásunkat és egész életünket. Van ebben valami totalitárius, tehát ilyen globalista szemlélet elrejtve, mert a jó válasz, a korrekt, tudományosan elfogadható válasz az, hogy megváltoztathatja feltételes módon. És valószínűleg tartjuk mi szerzők, hogy így van. De ők kijelentik, hogy ez így van. Na, persze ez újságíros trükk, kiadó megkívánta nyilván, de mi ezért ne dőljünk bennek, ne tekintsük úgy, mint egy kikerülhetetlen végzetet. Na, ezen bekezdés után azt mondanám, hogy a könyv nagyon jól felépítve, mert elején ilyen izgalmas példákat hoz, mint például az általában is kiemelt, hogy miközben az epás süteménynek a hurikánhoz. És mikor már így fölkeltette az érdeklődésünket, és már tényleg azt most várjuk, hogy na most akkor az hogy van-e, akkor magyarázza csak el, hogy hát hogyan is működik ez a rendszer, ez a módszer pontosabban. A fő tézisünk pedig, és ez végighúzódik a könyvben, és én ebben szállok vitával,
hogy ők azt mondják, hogy az eljövendő évtizedekben, tehát a jövőről van szó, ami még nem történt, meg arra szeretnék felhívni a figyelmet. Feladjuk a pontosságot a sok adaton alapuló előrejelzése kedvéért. Tehát egy cserét csinálunk. Nem kell olyan pontosnak lenni, de sok-sok-sok-sok adat. Mindeddig az ipar is, a gazdaság is, és így tanultam közgazdaságot, tehát a tudományban is, még pedig a kutatásban épp úgy, mint a mindennapi gyakorlatban, például az üzleti gyakorlatban, a pontosság egy követelmény volt. Tehát emlékszem, amikor a harmadik világot, a második vagy az első világtalban különböztetik meg, ott pontatlanak. Hát, de azt mondják, hogy délben találkozik, ez nem 12 órát jelent, mint a svájciak, hanem valamikor, amikor nap fönnáll. Most ez többen ellöki magát. Tehát valóban egy hatalmas kulturális forradalom elrejtve csak úgy mellékesen. És erre szeretnék felhívni a figyelmet, mert szerintem ez a legizgalmasabb az egész könyvben. És ez nem fejtik ki igazából. Ők lelkesen magyarázzák, hogy a sok adaton alapuló előrejelzés megéri, hogy a pontosságból engedjünk. Csak hozzák a példákat, amiket már megismétlünk. És eddig ugye az volt, ezt megszoktuk, hogy feltétlenül törekedett a tudomány is, meg a, mondjuk a marketing gyakorlat a pontossággal. És hát elutasították a szakdolgozaton, de pontatlan dolgokat találtalmazott. De az igazság az, hogy ők ezt egy nagy fegyverténként mutatják be. Hogy ez milyen jó. Mert hogy rengetegtől költséget megtakarítunk, és rengeteg időt megtakarítunk. És azt mondják, hogy ez a feltétlen törekedés, a pontosság, ez föl kell, és föl lehet, és föl kell adni, mégpedig a mérésekben és az elmélet alkotásban egyaránt. És a Big Data-nak van egy sajátos doktrinája, ez majdnem szó szerint idézem, hogy a lenyűgöző mennyiségi adat, és ami belejár, hogy ugyancsak lenyűgöző gyorsaságú feldolgozás, mert ennélkül sok adat nem érne semmit. A praktikusan határok és korlátok nélkül, tehát valami mindenhatóság csillanít föl, és a mindennapi gyakorlatban is lehetővé tesz eddiginél megbízhatóbb előrejelzést. Most ez valahogy azért ne fogadjuk el az érdekes példát nagyszára, csak hogy minden további nélkül, hogy pontatlan, de megbízható. Mert ez a fő tézis. Szerintük egyetlen feltétel van, hogy ez működjön, és az bennünk van, hogy kössünk kompromisszumot az adatok pontosságát illetően, nem baj, az adatok kúszák, ezt a messiness-t így fordították. Ez egy jó fordítás, nekem tetszett, mert én sokáig kínlódtam, miért megjelent a magyar könyv, és megtaláltam a magyar kiadást, hogy most hogy fordítsam ezt egy messiness? Hát ő lefordították kúszának. Vonjuk. És ne retenjünk meg attól, hogy az adatok kúszák, tehát zavarosak, ha szabad köznyelven mondanom. Ezt fogadjuk el. Mit jelent ez? Hogy egész nyugati civilizációk alapkérdése a miért, a görög filozófiát a napján kísér, minket ez fölösleges. Ezzel nem kell foglalkozni. Minket csak azt értünk, érdekel, mi fog történni. És erre viszont a Big Data megfelelő választ ad. Igen, igen. Most jó lenne egy pár példát is mondani, de mielőtt még mondasz példát, hagyd mondjak egy példát én is előtte. Na. Ugye a pontosság, pontatlanság kérdésében a második világháború alatt is előkerült, amikor a nagy téli háborúk mentek Oroszország területén is, és a német nagyon pontos fegyverek nem működtek a nagy hideg miatt. De a pontatlan orosz fegyverek, amikor lötyögtek, azok a faggyal szépen pontossá váltak, hát, és sokkal sikeresebb. Édesapám mesélte, hogy például a magyar honvédeknél közműtőnek, hogyha a német képfegyvert feje lefelé kell tartani, mert ha ezért zökken a teherautó, az elindulhat és elsülhet. Az oroszokkal nem volt, hogy kiemelték a sárba, és nem rögtön lehetett lőni vele. Szóval pontosság, pontatlanság, igen, igen. És példák erre, amiket úgy tudnál a Big Data-val kapcsolatban mondani? Hát amiket ők hoznak példák, elég sokrétű, de engem különösen, hogy mondjam, mulattatott és elgondolkoztatott az a példa a Walmart. A Walmart ugye azt tudni kell, hogy a világ legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, 2 millió alkalmazottja van. Gondolj csak bele, ez több, mint Budapest lakossága, és ez aktív, mind, ugye ez mind alkalmazott. És 450 millió dolláros forgalma van, ami a könyv szerint, hát
a világ GDP-jének a 80%-a. Tehát egy hihetetlen befolyásos vállalat. Na ők a legnagyobb adathalmazon ülnek, amit el lehet képzelni a világon, mert évek óta minden egyes vásárlást regisztráltak. Annak minden körülménye együtt, a hófogtok, kedves, stb. Ezzel hatalmas módon megnevelték a saját hatalmukat továbbá, mert mit csináltak? Kitalálták azt, hogy azt mondták a beszállítóknak, hogy maguk a felelősség az állókészletért, mi nem foglalkozunk azzal, kitaláljuk, hogy mennyit kell eladni az állókból, maguk tanítsék egy, mennyit tesznek a polcra, aminek persze a méretei meg voltak határozva. Mi következik ebben, hogy csak akkor fizettek, amikor már el volt adva az áru, tehát egy bizományi áruházzal alakították át. Ez nem Big Data pontosabban, de Big Data-nak a hatalmát mutatja, hogyha ezt komolyan veszik. Ha, nagyon sok adat, nem elég, hogy sok adatod van, de hogyha nagyon csalafintán használod őket. Most ebben az esetben ők outsourcing-a, tehát megbíztak egy külső vállalatot, mert nem rendelkeztek a megfelelő technikai tudással, meg egy külső vállalatot, hogy elemezze az elmúlt évek adatait, eladási adatait. És felfedezték, hogy a hurrikán idején egy bizonyos édességnek, ilyen reggeli kis nyam-nyam, a forgalma megugrott. Na most, hát a történet tulajdonképpen befejeződik, és akkor lehet csodálkozni, hogy hú, ez egy marketing, és azt mondja, na hát, akkor tényleg elemezzük az adatainkat, ha ilyeneket lehet megtudni, és jobban vagyunk, mint a konkurránál. De hát én azért elkezdtem tovább gondolkozni, hogy a történetnek azért több áldozata van. Hát például nem mondják meg, hogy a két hurrikán azonos erősségi volt például. Nem mondják meg, hogy mind a kettő délőtt, vagy egyik esetleg délután volt. Nem mondják meg, hogy az hétfő vagy vasárnap volt. Tehát egy csomó adattól, ami nekik rendelkeznek, nem beszélnek, és nem mondják azt, hogy ezeknek nincs befolyása az eladásra, hát kiemelnek két dolgot, mert ott van párhuzam két adat között. Ezt korrelációnak hívják, erre még vissza fogunk térni. Hát én majd is elkezdtem hümmögni, mondom, hogy én marketinges lennék, azért nem olyan vakon rendelnék meg egy pár tonna süteménykét. Hurrikán idején. Hurrikán idején, hát előtte, mert az elő van előjelzés. Nem? A hurrikán előjelzésben kell is hinni előző is ahhoz, hogy megrendeljem azért. Itt rengeteg és hát ha talán pedig van, amit persze az elméletnek a hívei, a Big Data feltétlen hívei, főleg azok, akik abból élnek, tehát ilyen vállalatokozások van, hogy Big Data elemeket, adatokat elemeznek, azok nem foglalkoznak ezzel. És akkor még nem értem, beszéltem a filozófiai oldalára, csak a gyakorlati oldalára. De ezeket nem mondják, mert persze, hát ők népszerűen akarják a Big Data-t, mert ők maguk is nyakig vannak a Big Data-ba. Ugye mondhatjuk azt lényegében, hogy a Big Data tudomány ellenes, hogy arra akar minket rávenni, hogy higgyünk, bár nem támasztja ezt alá, bizonyíték az nincs. Hát ez az én legnagyobb kifogásom lenne, de azért így nem menni fogalmazni, mert ez már ugye majdnem becsületsértés és sajtópert idézhet elő. Nem, ők meglepősen kritikátlanok ezen a téren. Mert van egy főtétis a könyvüknek, és ezt végigviszik konzekvensen és nagyon jól argumentálva, de nekem ez túlságosan konstruált. Tehát én engem zavart kezdettől fogva, és harmadszor olvasom el a könyvet most már, és először kétszer angolul, és még most háromszor magyarul, hogy fölkészüljek mai napra. És ez az alapkérdés, hogy fölcsérjük a miért kérdést, az, hogy mi fog történni, ezzel van a legjobban. Mert ugye azt jelenti, hogy azt állítják egyfelől, és halál biztosan, hogy ők meg tudják mondani, mi fog történni. Valójában azt tudják megmondani, hogy az múltban, egy adott helyzetben mi történt. Most ez a múlt több évtized, van egy példájuk ugye az a New York-i villanyáram vezetékeknek a föld alatti elvezetésén vannak ilyen fedelek, mint amit Budapest is lehet látni az utcán ilyen. Most ezek sorban felrobbantak. És valaki kitalálta, hogy a biztonság kedvéért, ezek veszélyes robbanások voltak, teljesen kiszámíthatatlan módon, hogy elemzik vissza, mert az adatok megvoltak. Most ez is egy másik dolog, hogy feltételezik, hogy adat van.
Hát persze, mondjuk a csillagászat vagy a genetika esetében rengeteg az adat, csak fel kell dolgozni. De azért a New York esetében kellett egy fantázia ahhoz, egy pontosan egy hipotézis, ami szerintünk nem kell módszerben, hogy nézzük meg. Mindenesetre azt találták, mindjárt utána nézek a pontos adatnak, hogy nem mondjam rosszul, hogy ha azt hiszem, hogy 106 vagy igen, vagy valami ilyesmi mennyiségi adat kért előzetes hipotézis rétet, 160 ezer kilométer hosszúsága ezeknek a húzaloknak, de ezt el tudjuk képzelni. És több tíze is, bármelyik felrobbanhat, és nem tudjuk melyik, hát nem mindegy. Tehát ha valaki megtalál egy módszert, és megtalál, és ők azt mondják, megtalálták. Mert leszűrték utána azt a 106 előjelet 6-ra, és úgy már kezelhető volt az adat. És csak azokat vizsgálták ki. Most ez persze a közgazdászoknak, meg a mérnöknek a fantáziát fölcsavarja, mert ahelyett, hogy a teljes mennyiséget átvizsgálják, csak egy párat vizsgálják el, ami hasonlít a mintához a small data-ba, de mégse ugyanaz, mert az összes adat alapján matematikailag, algoritmusokkal, tehát már egy kicsit a mágia. Ez a másik, ami engem zavart, hogy egy kicsit a mágia íze van, csak modern nyelvbe öltöztetve, de hát menjünk tovább. Volt ez a bizonyos kritikája 2017-ben a TEDx Cambridge konferencián Trisha Wongnak. Mi is volt ez? Hát ez, mikor már ugye kész voltam az első vázlattal, legalább beszámolóról, volt egy rossz érzésem, hogy hát ha csak én mondom, hogy vannak kételjeim, az esetleg nem biztos, hogy elfogadja a nagy közönség. És utána néztem, mit mond az internet. Az internet egyébként egyik az aranybányáknak, amiből a big data. Például a fordítás modellekben az összes zagyvaságot, ami létezik az interneten, felhasználják, mint forrást, és nem csak, mint az első modellben. Érdekes, mert az első modellek mindig a klasszikus művetség alapítottak. Tehát a BBC kezdte elsőnek kutatni a dolgokat, meg az IBM, meg tehát komoly vállalatok, és azok egy pár millió adattal megelégedtek. Most már billió és trillió adatokkal dolgozunk, és ebben minden adat, ami csak le van írva. Tehát interneten, hogyha elütöd magad, az is beleszámít. Érdekes módon a könyv tanulsága szerint, és ezt helyen tudom elhinni, mert nem szakember, nagyon hihetőnek tűnik, hogy jobb minőségi fordítás nyert például a Google, aki ezzel a módszerrel dolgozott, hogy a nagy big data, mint a small data-val dolgozó nagy klasszikus informatikai cégek, amelyek ugye megbíztak nyelvészeket, hogy nyelvi szabályokat állítsanak, és betáplálták a szabályokat, és nem jutottak olyan jó eredményre, fele olyan jó, most pontos számokat idézi a könyv, mint akik azt mondták, hogy minden, ami csak létezik, azt feldolgozunk. És bennem volt egy olyan érzés, hogy na jó, hát ez nem biztos, hogy ez tényleg mindig működik. És akkor jön a TEDx-nek egy Cambridge-i konferenciá 2017-ben, tehát a könyv még elég friss volt, és hát el tudom képzelni, hogy hát újjongott a hallgatóság egyébként, tehát akkor volt már egy bizonyos szkepticizmus a hallgatóság, persze ez egy intellektuális hallgatóság a TEDx-nél. És ez az előadó Trisha Wong, a neve mutatja egy ilyen amerikai, kínai származású néprajzkutató. Neki van egy saját intézete, persze, hogy a saját partiját akart eladni, ezt is látni kell. Ő azt mondja, és elhozott példát, ez a Nokia esete. A Nokia-nak volt a szerződéses tanácsadója. És ott élt Kínában a rendszerváltás, ott is volt rendszerváltás, csak nem olyan hangos, mint a miénk, előtti időkben, és teljesen elmerült a társadalomba, tehát kifőzdébe árosított ilyen dimszemokat, tehát ilyen kis párod dolgokat. Bennélt egy társasházban, mármint a kínai módú társasházban, tehát ami inkább két háború után, a második világháború után társbérletre emlékez, mint a mostani társasházra. Tehát mindent kipróbált, és lelkesen írt egy beszámolót a Nokia-nak, hogy óriási lehetőség van, mert Kínában mindenki akar mobiltelefont. És Nokia nem hitte el, mert nem tudta ezt alátámasztani számokkal. De most de van itt, mindjárt, el kell kezdeni gondolni, hogyan lehet a jövőről számadatod? Hát nem lehet. De ők azt gondolták az előbbi példák alapján, meg hát nekik rengeteg ilyen példák állt rendelkezésünkre, hogy hát a két számsor között van egy úgynevezett korreláció, tehát
valamilyen misztériós, titkozatos egy összefüggés, ami nem tud megmagyarázni a vicc az egészben, akkor ez már elég ok a döntésre. De sok szám, tehát a szám hívők, számokba hisznek. És hát ugye a Tercia Wang-ot elutasították. Az eltelt egy-két év, és a Nokia kiesett a teljesen a piacról, Kínát pedig elárasztottak a kínai gyártmányú mobiltelefonok. Mit nem láttak? A leányzó, aki ott élt, ez olyan, mint a néprajzoknak, hogy a együtt élő megfigyelés. Tehát a néprajzosoknak van az a módszere, hogy például elmennek Amazonasba, és belépülnek az indián társadalomba, azt lassan elfogadják őket, és annak lesznek, mint a többi indián. És ebből tudnak következni a társadalom. És ő ezt megcsinálta Kínába, egy nagyon fontos történelmi időpontban, amikor váltottak a kommunizmusról, a kapitalizmusról. És amit ő felismert, mert együtt élt az emberekkel, hogy semmi nem érdekli őket úgy, mint hogy legyen neki egy mobiltelefonjuk, tehát az összes többi mutató nem hiába azt próbálták azt elemezni, az nem volt érdekes a döntés szempontjából. Mert a vágy, az erős vágy, hát egy párhuzam, hogy például a Coca-Cola vagy a Pepsi-Cola iránti vágyat Magyarországon rendszerváltás előtt nem tudjuk megmagyarázni racionálisan, meg ilyen big data-val. Nem volt ráadat. És mégis én, amikor az emigrációban éltem, akkor tudtam, hogy jön egy magyarországi rokon, akkor azonnal le kell rohannam a boltba, venni nekik egy láda kólát, mert ők az első kérdés, hogy az egy kóla. És ez nem a statisztika egy bizonyítható mennyiség volt, hanem egy kulturális jelenség. Nokia nem itt a léprajzosnak hitt a big data-nak és hatalmas bukás. Itt egy kulcsfogalom, ugye, amit már említettél korábban is, egyszer, és a korreláció. Miről is van szó itt tulajdonképpen? Hát én kritikusan azt mondanám, hogy azért mielőtt a korrelációt bemutatnám az ő szavaikkal, és elmondom, milyen körülmények között tudom azt elfogadni, és milyen körülmények között nem, föl szeretném hívni ki a két szerző. Ezek nem data szakértők valójában. Csak a kiadó adja, aki annak. A Maya Schönberg egy egyetemi tanár, akinek a szakterülete az internet szabályozása. Tehát azért van valami fogalma, ahol nem erről van szó. Az Oxford Egyetemen. Most persze egy Oxford Cambridge minta itt bejön, de hát most hagyjuk. A szerzőtársa, az a Cookie, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, újságíró. Na most persze benne van egy nagy előítélet, bevallom férfias, hogy az újságok általában nem a pontosságukkal ismertes. De amikor a pontosággal beszélünk, akkor nem biztos, hogy ők koronatanúk. De miért van ez az újságíróknál? Nekik bármi eseményre gyorsan kell reagálni. És a big data állítólag pont ezt kínálja, mert a modell adatfeltolgozás következtében, tehát egy másodpercek alatt le tudnak elemezni több millió adatot. Tehát az, ami régebben nem volt lehetséges, sok idő kellett és nyomozó újságírás, oknyomozó, vagy hogy mondták. Most egyszerűen semmi, beadod a számsort, tak-tak-tak, van korreláció, tehát igenis készül a pucs, mondjuk, mit tudom én, a Csádba. És hát ezért ő érthetően módon lélektanilag lelkesedik azért az elvé, hogy kusza ugyan, de sok az adat, és akkor minden működik. Hát ez az alap. Cserébe a kuszaságért fogadjuk el, hogy a kuszaságot fogadjuk el, hogy kapunk megbízható előrejelzést. És főleg azt, hogy a valós időjű feldolgozás, hát ez lenyűgöz minden amatőrt, de engem nem hat meg, mert még mindig a múlt adataival dolgozunk. Vagy legjobb esetben a jelen időkkal például Internet of Things, tehát hogy a mindenfajta kütyükre be vannak szerelve ezek azok az érzékelők. És ezek rengeteg adatok. Most el tudom képzelni, hogy amit ő leírna példának, hogy egy olajfinomítóba, az, hogy a négyzetcentiméterként van, most kicsit túlzok, egy ilyen érzékelő, hogy az biztosabb adat, akkor is, ha egy részük a gépek a érzékelőknek nem jól működik, mint hogyha egyetlen egy, de nagyon-nagyon pontos érzékelő van. Mert az lehet véletlenül pont olyan helyen, ahol nem tud kimutatni semmit. Tehát ez ideig megy a dolog. Na, hát én azt mondom, hogy ez a tévhit, vagy én tévhitnek gondolom, de hát ezt bizonyítanom kéne, ami nehéz ebben az esetben, az adatok nem tévednek. Ez a hit van az egész jelenség mögött.
Tehát egy nagyon régi előítélet, ez már benne van az európai kultúrában a Descartes óta, kartéziánusnak hívják. Senki nem beszélt a kartéziánizmusról. De mi mindig posztkartéziánusok vagyunk. Hiszünk abban, hogy ők is az érdekes, hogy ők, akik pont ezt a tézist támadják, valójában teljesen követik ezt a logikát. És akkor azt mondom, hogy a módszert addig lehet elfogadni, és addig akár kell is elfogadni, mert kell, hogy szó sincsen, amíg annak fogadjuk el, ami, nem másnak. Vagyis micsoda? A valóság megközelítésének egy új módszere, amit nem árt más módszerekkel ellenőrizni, ahhoz, hogy hipotéziseket és feltételezéseket fogalmazzunk meg, mégpedig megbízhatóan és gyorsan és olcsón. Tehát egy gazdaságilag és tudományosan nagyon hasznos módszer, csak nem kell belőle csinálni PTA-t, tehát delfói jóslatát. És akkor ez azt jelenti, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy hol nem szabad alkalmazni. Pontosan, én azt mondanám, hogy minden esetben kritikusan felül kell vizsgálni. Tehát, hogyha valaki nekünk azt javasolja, hogy ezzel a módszerrel közelítsünk meg a valóságot, akkor fel kell tenni egy pár kérdést. És akkor a gyereket idézem, mert a gyerek, hogy közismered a gyerek száj, hogy mindig megkérdezem, miért? Hát apák idegeit tudják tépni a gyerekek, ez főleg fiúgyerekek, ez a kérdéssel. De ezzel alapszik az egész kultúrák és civilizációk, azért tessék látni, hogy így tanultuk az iskolába. És akkor most ettől hirtelen egyik napon a másik a civilizációknak az alapját dobjuk el, azért, mert teszem azt a tényleg a hurikánba azt a édességet megvásárolták. Nekem itt kéteim vannak. Én nem tartom elfogadhatónak, hogyha a jövőmondásra használjuk, mégpedig kvázi salhatatlan jövőmondásként, amely mindenképpen meg kell bíznunk balassos hebülettel, amire rábízhatom magamat, bár nem tudom miért. Nekem ez a nem tudom miért, ez zavar. Érdekes módon aztán későbbiek folyamán, mert még mindig nyugtalan voltam, mert kész voltam a mai beszélgetésre, és még mindig zavart ez, hogy milyen könnyen elfogadják. És akkor rátaláltam arra, hogy egy Chris Anderson nevű, a Wired-nek a újságírója, tehát szakújságíró, azt mondja, hogy ez az elméletek végét jelenti. Ez az, amit azt mondják az előadások címében, hogy a hosszú távon mindent megváltoztat. Aztán ők azért ott már kicsit elbizonyítanak, hogy azt mondják, hogy hát azért az elméleteknek nincs vége. És visszatérünk a kanális fedő történetére. Ott azért nem volt elég kimutatni, hogy mely adatok esetében érdemes, és nem vagy nem érdemes megfelülvizsgálni ezeket a fedőket. Hát el kellett adni az egész döntést, mert ez egy beruházás volt hatalmas milliós összegekkel a boardnak, vagy az igazgató tanácsnak. És ez, amiért nem mondanak, hogy jó, hát a szakemberek összeállítanak ilyen számsort, de ők rájuk bízik a döntés? Nem. Mindig van egy döntő, vagy igazgatóság, egy előjárosság, stb. És azok meg régi módon gondolkoznak. Most az a csavar van a könyvben, hogy kicsit először úgy hangzik, mintha elég volna meggyőzni mindenkit, hogy ez az új megváltó módszer. Végén elbizonytalanak és megengedik azt, hogy hát ellenőrizzük az adatokat. És itt egyetértek. Ha ezt megtesszük, akkor hát az, hogy minimális költséget tudunk kapni megbízható választ, az jó, csak tényleg legyen megbízható. A művelője ennek a szakmának általában ilyen fiatal geekek, vagy freakek, vagy nem tudom, minek kell mondani őket, tehát ebben nőttek föl számokba. Tehát nekik egy sport, egy élvezet, egy megtalálni ilyen összefüggéseket, és egyszerűen bedobják a képbe, mint a vízbe, mint tudom, egy port, és addig szólják bele a port, amíg széles lesz a víz, mondjuk leegyszerűsítve. És ezt csinálják tulajdonképpen. És akkor azt mondják, hurrá, heuréka, mint a Archimedes, fölfedeztük a spanyol viaszt. És akkor az sok esetben működik. És néha nagyon használható, ugye a legkedvencebb példájuk, most arra szeretnék visszatérni, vagy rátérni, ugye az nyitó példája a könyvnek az a H1N1 vírus története. Ez
Sokan megállnak ott, itt is, akkor hát belelkesednek. Én ezt újból és újból átgyógytam, és nem vagyok megelégedve vele. Egész egyszerűen azért, mert ugye az történt, hogy az hivatalos állami szervezet, aminek az a feladata, hogy a járványokat felügyelje, mindig 10-20 napos késéssel tudta feldolgozni az adatokat, míg a Google egyszerűen beadták a kereséseket. Tehát, hogy ki keresett ilyen náthás, összefüggő, náthás, taknyos, fújazó, tehát ilyen szavakat, és enneknek a gyakorisága alapján előre megjósolták regionálisan is, de nagyon fontos, hogy hol fog tombolni majd a járvány. És azt mondták, hogy na tessék, ha ez nem gyorsabban, olcsóban és megbízhatóbban. Csak akkor fel a kérdés, az a nagy kérdésem, hogy miért van az, hogy a mostani járványra nem voltak fölkészülve? Mert a módszer megvolt ez. 2004-ben volt ez a... És beszélték is arról, hogy majd jön a járvány. És tudtuk, hogy jön egy előbb-utóbb járvány. Azt mutatom, hogy elfelejtették a szerzők is, meg általában a szakma beágyazni ezt a technológiát a társadalmi összefüggésbe. Hogy ez nem a Holdon, vagy nem egy tudató intézetben történik mindez, hanem az Egyesült Államokban, Kínai Népköztársaságban, Magyar Köztársaságban, tehát létező közösségekben, és például a kínaiak máshogy reagáltak, mint láttuk, mint az amerikaiak, hogy a matematikai módszer, meg a kompjúter mind a kettőnek rendelkezésre áll. A technológiai és tudás szint a két állam, nagyvállamban, a nagyságrend nagyon hasonlít, és mégis kinek megoldották a problémát, és nem. És akkor erre nem tud válaszolni nekem a big data, legalábbis eddig meg se kísérleték. Nem volt olyan előfeltételezésig, visszatérjek a small data működésére. A tudomány úgy működött, hogy valamilyen kutató vagy bárki felállított egy hipotézist, és utána hát ezt tanultuk a kémában, mindent ezt tanultuk, hogy utána megnézik tesztekkel, megvizsgálják, hogy valóban stimmel-e az én elméletem. Most azt mondják, hogy nincs elmélet, a világnézési semlegesség. Itt vannak átfedések pszichológilag, meg ideológiailag, amik nincsenek föltáva könyvben, és a nyilvános vitában se. Van meg ezek a kritikusok, azért feszegetik nagyon dolgokat, és azt mondják, hogy az a nagy baj az egészen, hogy tele van előítéletekkel. Például, egyik kedvenc példája a big data-soknak, hogy meg lehet jósolni előre a kriminalitást. És hozzák például New York meg mások példáját, hogy nem kell az egész várost ellenőrizni, csak bizonyos háztömböket és bizonyos időpontokban, mert az adatok alapján ott van a legnagyobb valószínűsége, hogy ott lesz valami gyilkosság vagy betörés. Na most erre azt mondják, nem csak a baloldali, de általában a kritikusok, hát ez szép és jó, az lehet, hogy pénzt takarít meg, stb. De tessék azért feltenni a kérdést, ami kizár a módszer, hogy miért van ez. A miért kérdés kizárása azt jelenti, hogy egyáltalán nem is törekszünk megoldásra, hanem csak kozmetikára. Ha én lefogom a potenciális gyilkosokat, akkor kevesebb gyilkosság lesz. Ez kimutatható, és New York esetében bekövetkezett. De ettől nem oldottam meg a gyökereiben levő társadalmi problémákat. És ez ugyanígy van világszerte, mint Amerikában. Ha nem haragszol, most nem megkérdezem haragszol. Pétert, hogy itt most őszintén egy ideje, egy kérdés, hogy mi fog meg ebből? Van-e a kérdés, vagy mi az, amit úgy, még egy kicsit pihen is az Ulrik atya, nem áll. Hogy hat ez az egész? Hát mi az, ami megfogott eddig, vagy milyen kérdésed van? Elég sötét jövőt látok, egy kicsit bevallom, én szkeptikus vagyok, mint... Az atya ezzel az egész témával kapcsolatban ilyen példákat látom, például, hogy nem is tudom, ilyen beszélgető robotokat építettek, ugye egy algoritmus feldolgozott óriási mennyiségű korábbi beszélgetést az internetről, ezt mind betáplálták. Hát így fog a legjobban beszélgetni, ugye így gondoltak, mindenre fel lesz készülve az összes témából. Bármilyen kérdés, válasz azonnal jön, és olyan, mint egy emberrel tudnánk teljesen normálisan beszélgetni. Nem ez jött ki belőle, kiderült, hogy ez a chatbot, ez nem is tudom, valami japán hölgy nevet adtak neki, hogy vonzó legyen, kiderült, hogy igazán előítéletes, és olyan témákat hozott föl, amelyek teljesen rasszisták voltak, és szinte fajgyűlölővé vált.
azonnal ezt pár nap után le is kapcsolták, ezt a tesztüzemet megszüntették, és vissza az asztalhoz mindenki. Itt valami nagyon félre ment. Hiszek a statisztikában mindaddig, amíg én hamisítom, mondta Churchill állítólag. De egy jó mondás, mert ha nem is van, mert apokrif, akkor is jó mondás. Az illúzió, hogy ideológia mentes valóságot kapom meg, és a teljes valóságot, a teljes igazságot, tehát olyan teológiai, meg filozófia előfeltételezések bújnak meg mögötte, ami persze ezek a szerzők, meg az egész, megnézzük, hogy milyen vállalatot tartanak fel, és látjuk, hogy ez, ők részei egy hálózatnak, amelynek van egy elképzelés a jövőről, és a Big Data-nek jó nöki, hogy ezt alátámasztják. Szerintem ez egy ideológia. Ami nem jelenti azt, hogy nem működik, hát bizonyíthatóan működik. Csak vigyázni kell nagyon. És nem csak az előítélet, mint ez egy tipikus amerikai baloldali kritika, mindent erevezetnek vissza, hogy előítéletek. Ez is föltűnnek egy más előítélet, nem beszélni, csak kizárólag a fekete-fehér problémával. Hát ez amerikai probléma. És akkor Magyarországon mi van? Vagy Kínában mi van? Kimutatja az ujgurokat, és mondjuk Kínában? Erre nem is szó, mert ez nem érdekel senkit. Hanem néha ugye, most van egy pontos, amit nem beszéltünk eddig, csak a sok adatról, a gyors feldolgozásról, és nem a korrelációról is beszéltünk, de korrelációnál ott van, igen, azért, mert van erős korreláció, gyenge pontosan. Korreláció, pontosan. És hogy ennek objektív alapja van-e, vagy ennek is az ember az alapja? Hát én ez nem vagyok elég szakember, hogy ezt megítéljem, hogy ez, de azért beszélnék valamit kicsit a korrelációról. Van még egy feltétel, amiről nem beszéltem, pedig kellene, ez a számszerűsíthetőség, vagyis adattá feldolgozás. Nem minden adat, ami annak látszik, csak az adat, ami számszerűsíthető. Megint visszatérek Descartes-hoz. Descartes kitalálta, hogy centiméter gram szekundum, ugye így tanultuk az iskolába, hogy ami nem osztályozható a három dimenzió szerint, közben van öt dimenzió vagy több, azzal nem foglalkozunk. Tehát a világnak egy ró részét kizártuk a szemszögünkből. Most itt is az van, hogy az működik, amit számszerűsítünk. Például a Twitter hangulatainkat számszerűsít, akkor az már adat. Ha a Facebook lájkokkal a kapcsolatainkat adattá teszi, az már nagyszerű, ez már kezelhető. De mi van azzal, ami nem adatosítható, új szeretetes szó. Bátorság, becsület, barátság, akaraterő, hazaszeretet, szeretet, és nem sorol tovább, tehát bármilyen ilyen úgynevezett arény. Na most akinek van egy trükkje, hogy ezt adatosítja, például a lájkolás, egy ilyen trükk, annak nyert ugye van azon a bevásárolnak nála a big data-sok. Csak nem veszik észre, hogy a lájkolás nem azonos a szeretettel. A szeretet nem azonos a hazaszeretettel, az anyai szeretettel, és nem sorol tovább. Tehát azért visszatérve a Wongra, azért nem ugyanazokat a tapasztalatot kapod, hogyha bennélsz egy társadalomban, mint hogyha Ismit McNamara, aki a rossz példa, ők is hoznak azért, a vietnámi háború vesztese, aki nagyon hitt a számokba, és kitalálta, hogy minden számokkal kell vizetni, és a háború számok vizetni, a halottak száma volt. Mi következik, most nem akarom bemenni részletébe, hogy csaltak a jelentésekbe. Igyekeztek minél több halottat produkálni. Mint egy másik statisztika, ami most aktuális világjáték, hogy ott még csak ökkenten igyekeznek az halottak számát, különböző trükkökkel. Még hogyha minden ember tökéletesen becsületes volna, akkor is van egy probléma az, hogy mindent számokba akarunk kifejezni. Tehát az a számszerűsítés. Hát a előfeltétel ugye az, hogy számba alakítható át. Mert különben nem tudjuk kezelni. És nem a kuszasága van a baj, ez az előfeltétel szerintem egy baj van. Tehát nem mondhatjuk, hogy minden adatnak számszerűsítő kell ahhoz, hogy egyáltalán kezeljük. Hát akkor a világ valóságából egy nagy részét kizárjuk, és nem is tudjuk mennyit, mert az nem számszerűsítő, ami kimarad. Most jön a korreláció. Pontosan a korreláció két adatérték statisztikai kapcsolatát számszerűsíti. Ez borzalmas mondat, ez azt jelenti, hogy van két adatsavak, és szám magba fejezik ki az, hogy vannak itt elemek, meg itt is elemek, amelyek közösek, mondjuk leegyszerűsítve.
Hát igen, ha az erős a koalíció, az azt jelenti, hogy amikor az egyik adat értéke változik, tehát megfelel ennek az előfeltételnek a számszerűsítés, akkor a másikba is meg fog történni. Tehát van valami titudatos, engem az a 17-18. Század delejére meg ilyen misztérikus erőkre emlékeztet, csak most más nyelven mondjuk, de szerintem ez mindig mágia. A gyenge koalíció azt jelenti, hogy tehát egyik adat értéke változik, a másik értékben alig történik valami. És akkor az a lényeg, hogy csak minket, és a gyenge korreláció hoznak egy példát, amit azt végképp kibogultam. Az egyének hajhosszúság és boldogsága közti összefüggés vizsgálnánk, mondják, kiderülne, hogy az emberek boldogsága nem igen fog a hajhosszától. Na most engem sosem zavart a kopaságom, de a nagybátyám például 17 éves korától kezdve belekent több kiló ízét, ilyen pomádét a hajába. És én azt gondolom, hogy a haipar köztük egykor munkadó Laurál nem szívesen olvas ezt a mondatot, mert hát a reklámban például tökéletes a kapcsolat a boldogság és a mindenfajta szerek között. Tehát a marketing már nem ért egyet ezzel a mondattal. De hogy miért pont ez a mondat eszükbe, nem tudom. Nézegettem a képüket, mind a kettőnek ilyen magas a homlokat, de nem kopaszok. Hát nem tudom, hogy honnan vették ezt a gondolatot, hogy hajhosszúság, hát csak hosszú, hogy veszedem jutott eszembe a Gárdonyi regény, hogy van itt egy feminist, antifeminista elítélet, hogy nem értem ezt a mondatot. De annyiból jó, hogyha ezt hozzák példának a könyv, ami egész végig azt bizonyítja, hogy milyen jó dolog a Big Data, akkor azért nem olyan erős az egész hipotézis. Engem jobban meggyőzött, amit szintén idéznek, de csak úgy mellékesen, hogy az életszínvonal növekedése csak egy bizonyos szintig növeli a boldogságot. Ez is az a kérdés, hogy lehet-e boldogságot számszerűsíteni? Ezt megpróbálták. Szikim vagy Bután, azt a butáni fejedelem találtak ki. Igen, Butánban. Igen, hogy az a boldogság mutatót. Igen, a legjobb ott van. Persze ő élen járt, azt mondom, hogy érdekes módon az ő országa nyertes volt. Na, de ami engem megfogott ebben a kimutatásban, hogy elgondolkoztató persze, hogy egy bizonyosság, és ez Németországban háború után ezt átéltük, tehát azért annak a nemzeti, amikor ezt átélte, ez nem egy számszerű adat volt, hanem átélés. Hogy először mindenki csak az túléléssel foglalkozott. Aztán el kellett rakni a romokat, aztán elkezdtünk rendesen enni. Aztán már nem csak kenyeret engedhetni meg magunknak, hanem már sonkát is. Aztán jöttek a déli kateszek meg stb. Aztán már a lakásra kötődik, aztán elmentünk Majorkába stb. Tehát volt egy ilyen párhuzam, de egy bizonyos ponttól fogva, amit elértünk bizonyos ponttól, ott már nem tett boldoggá, csak a sznobokat, hogy nekem egy kicsit nagyobb autóm van, mint a másiknak. És az a gondolk, hogy az egész világpiac ezen alapszik, ezen az korreláción, köszönöm, nem lenne inkább jó a korrelációk szűrőt kitalálni, ezt most jutott eszembe. Nem korrelációkat keresni, hanem korreláció szűrőket, hogy mikor nem működik. És én ezt nagyon fontosnak tartom. De és másik az, hogy a hajhozosság azért sem meggyőző példa számomra, mert ez nem egy felmérés volt, hogy vették, megmérték 100 000 vagy 1 millió embernek a hajhosszát, és utána megnézték, hogy boldog. És kérdés, hogyan jöttek rá, hogy boldog, azt deklarálta maga, de ez is egy labilis dolog. De tegyük fel, hogy ezt megcsinálták, de nem így történt. Hát egyszer kijelenti a két szerző. Hogy lehet, hogy a Big Data, két ilyen apostola ennyire elragaszkodik a saját elméletétől, ennyire lemond a összefüggés keresésre, ami kijelent egy korreláció nem létét. Ulrich atya, itt megyünk nagyon előre, még van valamennyi időnk. Nézzük meg, hogy milyen témák, illetve kérdések vannak még hátra. Te mit találsz még, amit úgy szívesen most föltennél még Ulrich atyának? Eszembe jut még a small data és big data kapcsolata. Tehát egy ugyanolyan dolgot vizsgálunk egy big data módszerrel, és ugyanúgy egy korábban említett small data-val, akkor kimondhatjuk, hogy az egyik az relevánsabb eredményre fog vezetni? Most ezt a kérdést nagyon érdekes feltevés, nem tárgyalja a könyv. Szerintem nagyon okos kérdés, és ez egy vitákban, amikor ha valamilyen vita föl kellene hozni, én úgy gondolom, hogy egy irányba kimutatja a könyv, vagy beszél róla, mégpedig az, hogy a Big Data nagyon jó hipotéziseket nyújt a Small Data-hoz.
Vagyis bennünk megvan azért még a természettudósnak a bonzódása, a szmoldítás, mert a szmoldításnak az a lényege, hogy van egy hipotézem, és ellenőrzöm. Meg nagyon szigorú szabályok mellett. Én lehet, hogy egy biznisz kedvéért, mint a Walmart, le tudok mondani arra a pontossággal, mert a Walmartnak teljesen, tényleg teljesen mindegy, hogy miért adja el. Tényleg teljesen, még abban sem vagyok biztos. Mert lehet, hogy egy másik dolgot el tudna adni még jobban, de azt nem mutatja ki a szám adat, mert hogy a múltból épít. Ebben az egészben engem az idő dimenzió zavar a legjobban. A sorrendben, hogy a Big Data adatokat szolgáltat a Small Data-hoz, annak alapján végzik klasszikus izét, ez nagyon jó, mert a végtelen a világegyetem, rengeteg, egyre több az adatunk, és ez a Big Data egyidejileg van a machine intelligencia robbanása, tehát fuldoklunk az adatokba. Tehát jó, hogyha van egy módszer, és a Big Data úgy látszik az, hogy rendet tudunk teremteni ebbe a káoszba. De nem tudunk végső kérdésekre választ adni, pedig kellenek. Igényünk van rá. Egzisztenciális igényünk van rá. Nem tudom, megválaszoltam a kérdésedet. Igen. Köszönöm. Ez a Big Data, Small Data kérdés a könyv utóéletében előkerült valahol? Azt talán mondtad, hogy néha hogy kísérdett tovább is a történet. Érdekes módon a TEDx-esek, vagy a TED-esek több konferenciára vetették. Látszik, hogy ez a világ értelmiségi. Ugye a TEDx, azt kell tudni, hogy a világ legkülönbözőbb országában, nem is tudom hány országban vannak ilyen konferenciák, egy marketing sablon alapján azonos feltételek mellett megtartott, de a közönség mindentől a jó középosztály. És ezek úgy azért még gondolkoznak, ezek menedzserek, meg természetudós, meg mindenfajta emberek, de úgy érdekli őket. Hát ott több kritika merült föl. Egy amerikai hölgy, aki matematikus nő, de kicsit olyan feminista fellépése alapján ítélve, de egyik is a Wall Street elleni mozgalomnak egyik, tehát azért ideológilag, hogy mondjam, színezett egy kicsit a véleménye. Hát ő nagyon keményen megtámadta az előítéletek miatt. Azt mondta, hogy a múltban vannak ilyen adatok, és a múltat megváltoztathatatlanak deklarálja, vagyis a fennlevő hatalmi erőviszonyokat, tehát ez az ideológiai magyarázat. Most én nem mennék ideig, de nem zárom ki, hogy igaza van, csak azt mondom, hogy ha én mindig a tegnapi adatokból, ha kizárom például a keresztények számára fontos megtérés lehetőségét, ilyen nincs. Nincs adatom, tehát nincs. Azt, hogy a történelem legizgalmasabb pillanataiban teljes más irányt vett a történelem. Ők hozzák például a Stasi ismert problémáját, hogy a Németország, Kelet-Németország volt az az ország, ahol legtöbb adat volt. Elképesztő adatmennyiségen dolgozni, ami utólag felmerült dolgozása még mindig izgalmas volna. És mégis ugye meg voltak lepedve, mikor kitört a forradalom. És mondták, hogy hát erre nem számítottuk, már pedig arra, hogy elkezdnek imádkozni az emberek. Ez nem volt benne a Big Data-ba pedig. Ők aztán tényleg minden telefonbeszélgetést lehallgattak. Minden levelet felbontottak. Minden gyanús lakásra beépítettek egy mikrofont. Tehát elképesztő mennyiség adatuk volt, és mégse tudták. Akkor Nokia-ba párhuzamot hozom, tehát ez több területen működik, hogy a babonás hit a számokban, ilyen ezért valami quantification biasnek, tehát adatosítási előítéletnek mondja a szerző, a hölgy, hogy igen, ez nagyon erősen benne van a társadalmunkban. És most nehogy fölcseréljük ezt az előítéletet egy másik előítélettel. Hagyjuk a fenébe pontosságot, fontosan, hogy megbízható legyen. Én nem bíznék meg annyira. Én használnám az eredményt, de úgy, ahogy a könyv most elfogadja, hogy további ellenőrzésre, és nem pedig vakon építeném jövőtre. Hát az SZED Németországban vakon építette jövőt az adataira, aztán hova jutott? Fölveted a matematikai tömegpusztításnak a veszélyét is. Nem tőlem számodik a mondatása, de egy amerikai nyelvezetben ugye ez egy szójáték, mert mass destruction, ezt a TH-val írod, akkor a matematikai tömegpusztítás lesz.
Hát ez egy frappáns újságírós formula. Azt akartam mondani, hogy a bakon vetett hit, mint most én hozzám párhozamot, nem ő húzta le, és nem emlékszem, visszaterek a McNamara-ra. Hogy papírra megnyerte a háborút, tehát a statisztikák szerint már rég megnyerték, és akkor már menekültek a Saigoni követségnek a tetejéről a helikopterbe. Hogy lehet egy ilyen intelligens ember, akinek a 20. század legnagyobb intellektuális tartották, ennyire vak? Hát a számokba hit, az volt az ő hite. És azon azt gondolom, hogy annyiból érdekes ez az egész, hogy olyan pillanatban veti föl a számok és a nem számokban kifejezető világnak a viszonyát, amikor erre nagy szükségünk van. Mert miközben ő a small data-t, és felemeli a piedesztára a big data-t, és miközben a big data körülvesz minket, és már az orrunkig ér a víz, még nem fulladtunk meg, de már majdnem. Itt a történelmi pillanat, hogy ezt felülvizsgáljuk. És most kell. És én azt gondolom, hogy nagyon... Én örülök, hogy a könyv kezembe került. Van több más könyvem, például van egy magyar professzor, aki big data-ra ír, de az egy szakkönyv, hogy hogyan kell jól csinálni, mint data scientist, mint adattudós. Ez egy új szakma egyébként. De én azt mondom, hogy a fele teológusok, filozófusok, de az óvónéniknek és az újságírónak is feladata, hogy nézzék már meg kritikusan ezeket a dolgokat. Ne legyenek pontosan most big data hívők, a small data helyett. Nemrég volt ennek a jövő-szövő sorozatunknak az Egyház 2030, vagyis 2030-ban hogyan fog élni, ugye különböző megközelítésekben vizsgáljuk, és ott akkor, hogy miből él ma az egyház, és miből fog élni majd 10 év múlva, erről az anyagi vonatkozásáról beszéltük, a spirituális forrásokról, meg a humán erőforrásról, és a főapát Pannonhalmán Marcell, Cyril atya, ő beszélt az anyagi dolgokról, és azzal kezdte mindjárt, hogy hát a számok diktatúrája alatt élünk, és én megpróbálom most ugye bemutatni a számokat, de hogy a szabadságunk megmaradjon. Egy nagyon érdekes előadás volt azért is, mert hogy mondta, hogy az egyházban, vagy Jézus családjában ott a számok, illetve az anyagiak, a pénz és mindenféle anyagi dolog is spirituális jelentőségű elsősorban. Tehát a számok diktatúrája alól való szabadulásnak a fontossága. És itt is jön elő, hogy a számok ugye persze sok mindent elárulhatnak, de fontos az, hogy az ember úgy legyen reális, hogy egy teljesebb, a valóság teljesebb, mint amit mi számokban róla ki tudunk fejezni, hogy ezzel a belső szabadsággal éljen. Hát az egyházban még azt kell mondanom, hogy én már régóta gondolkoztam, de még a kommunikációs elméletek során, tehát kevésbé a big data, de ugyanaz az alaptétel, hogy tulajdonképpen az egyház történelmi okokból a világ legnagyobb adathalmazán ül. Most például elkezdték feldolgozni a vatikáni levétel, stb. Ezeket kicsit kell tenni, saját érdekünkben is, viszont meg kell fogalmaznunk egy pár small data elméletet, hogy mit kutassunk. Mert jelenleg nem éppen velünk barátságos viszonyt folytató emberek privilégium, hogy ezeket az adatokat feldolgozzák. Tehát egy előjoguk, mert nem is, más nem is foglalkozik. Nekünk saját magunknak kéne felfogadni. Óriási adathalmazon ülünk, és ez is egy kincs. Bizonyos társadalmi összefüggésekre sosem gondolkoztunk rajta. Meg kéne tenni azt, probléma persze az adatoknak az számszerűsítése, ez nem könnyű, de érdemes volna, és egy szolgáltat tennék az emberiségnek, mint az, hogy 2000 év óta kinek van ekkora adathalmaza? Még zsidó testvéreknek sincsen, mert a szétszóratás következtében sokszorosan elpusztultak az archívumaik. Ez az egyik dolog. A másik meg az, hogy azt javasolja Tricia Wang, akiről már beszélgettünk, hogy az jó és jó, de kéne egy kis ellenméreg, és ő nagy örömmel a Management by Walking Around-ot emlegette, amit én a Management by Jesus-ban szoktam emlegetni, mert magam is gyakoroltam. Utólag jöttem rá, hogy én ezt csináltam manager koromban, annélkül, hogy tudtam, hogy ezt kell csinálni. Mit jelent a Management by Walking Around? Hogy nem ülök az nagy az íróasztalom mögé,
és mint megnemagad, gyártam a számokat, és várom a jelentéseket, és boldog vagyok, hogyha a számok javultak, hát kimegyek a terepre. Én emlékszem, amikor menedzserben, kineveztek marketing menedzser, market menedzser pontosan volt, tehát brand menedzsernek, az első dolgom volt, hogy kértem, hogy akkor meglátogassam meg a gyártókat, és néztek rám, hogy gyártókat. Addig a marketinges osztály, folyamtársaim vagy barátaim ott ültek a párizsi irodában, aztán nagyokat vitatkoztak egymással. Biztos, hogy sok adatuk volt. Még az nem volt big data, de mindegy, volt sok adatuk. És hát például bármi új terméknél először egy piackutatás végeztek. Például egy új parfümnél az volt a megoldás, hogy kiasztottunk ilyen kis mintákat, és akkor azt pontozták a fogyasztók. És én föllázadtam módszer ellen, és nem jöttették miért. Mondom, elnézést kérek, azt látom, hogy utóbbi 3-4 felmérésben mindig a saját parfümünk volt a győztes. Miért? Nem csalt senki, ez teljesen az Az ismert parfüm, annak ismert, tehát szimpatikus. Az újszerű, ami valóban új, arra még nincs adatok. Ez, amit előbb is mondtam, hogy a jövőben nem látunk. És mondtam, hogy ez nem jó módszer. Osszuk ki a parfümöket, de ne pontozzunk meg, stb. Ha várjuk meg, hogy mikor felhív az ízlet, hogy kaphatnak mit, ez olyan jó volt. Képzeld, megszólítottak a szupermarketben, hogy mi a parfüm. Hát Coco Chanel még ezt csinált a 20-as években. Aztán elfelejtettük a módszert, mert tellettek az marketing osztályok szám hívőkkel, akik a számokba hittek, nem az emberekbe. És én elmentem a piacra, és elmentem a gyárba is. Beszéltem a munkásokkal. Azonnak szívügyelet az én termékem, mert nem azért nem adta nekik fizetést, nem is. Brand manager nem oszt semmiféle közéket. Csak hozzáfordul az emberekkel is. Elmondhatták a munkások, hogy mi a véleményük, hogy ezek a hülye dizájnerek már megint olyan ezért találtak ki a dobozfortát, amit nem lehet legyártani. Kedves Ulrich atya, lassan le is járt az időnk, de ez olyan jó, hogy a végére elszakadtunk azért a könyvtől is egy kicsit, illetve hogy nagyon benne volt a saját látásod a könyvvel kapcsolatban is a kritika, és különösen is fontos azt gondolom, itt a Párbeszéd házának a kontextusában is, a egyházi szempontból is, ez a meglátásod, hogy egy hihetetlen adathalmazon ül a 2000 éves kereszténység, és hogy a big data egy újabb eszköz arra, nem hogy lehet, hogy helyettesítse a további látásmódokat, hanem hogy kiegészítse, tehát egy új optikával ránézni ugyanerre a valóságunkra, hogy valami olyat megláthassunk, amit eddig nem láttunk. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és kedves Péternek köszönöm is, úgyhogy... És akkor búcsúzunk a kedves nézőktől. Jelenleg nincs tervben az, hogy egy harmadik forrókönyvet is majd hát előállítunk egy ilyen programot, beszélgetést, de ez nincs kizárva. Mindenkinek örömteli további szabadulást a pandémiának a fogságából, és hogy okosan is bölcsen és visszafogottan élje ezt a maszk nélküli és szabadabb világot újra.